Konferenciát tartottak azoknak az önkormányzatoknak, résztvevőknek, akik tagjai a Baranya Megyei Foglalkoztatási Szövetségnek. December 3-án a megyei önkormányzat dísztermében fogadták őket. A foglalkoztatási paktum célja, hogy visszavigye az elsődleges munkaerőpiacra a nem dolgozókat a megye településeiről. 1250 fő került bevonásra ebben a projektben. Érdemes megemlíteni azt, hogy vállalkozóvá válás, ahol tehát ő saját maga elkezdett dolgozni, 113 fő. Tehát ez egy nagyon nagy összeg, és hogyha én ebből kiemelem azt, hogy mondjuk Siklós térsége, ami ugye jellemzően apró falvas is, ott 47 fő kapott vállalkozóvá válási támogatást, de Selye, ahol az ember ezt nem gondolná, ott is például 13 fő, ugye a Mohács eleve egy jobb, egy perspektívikusabb terület, ott 33 fő, tehát egy mozgást lehetett ezzel beindítani. Egy olyan réteget is sikerült elérniük, akiket nehéz megszólítani. Ide tartoznak nem csak a munkanélküliek, hanem az inaktívak is. Ugye az inaktívak azok, akik nincsenek regisztrálva, nem lehet tudni, nem jár be segélyért, csak van. Ugye ez a legnehezebben elérhető réteg. Tehát ők sok esetben olyan képzésre, ami az országos képzési jegyzék, ez a bizonyos OKS képzésnek felel meg, ők nem vonhatók be, mert 15 éve nem látott iskolát, félig meddig tud olvasni, stb. Mi azt tapasztaltuk és felméréseket végeztünk ezzel kapcsolatban, hogy vannak olyan területek, ahol viszont betanító képzésre lenne igény, és ők tudnának dolgozni. Például ilyen a konyhai kisegítő képzés, ilyen a villanyszerelő segítő, segédmunkás. Ezeket a képzéseket fogják nekik beindítani. Országosan Baranya megye az utolsók között van a munkanélküliségi adatok alapján. Ezen változtatnának a 2016 óta működő foglalkoztatási paktummal. Gazdaságélénkítés és szociális intézkedés is ez egyben, mondja a megyei elnök. Közel 2,7 milliárdunk forintunk van arra, hogy mindkét szempont vonatkozásában előrelépjünk, hiszen 2000 nehéz helyzetben lévő kisebb, illetve nagyobb településen élő tartósan munkanélküli személy és baranyai polgár számára tudunk segítséget nyújtani, bérjellegű támogatással, lakhatási támogatással, vagy éppen a vállalkozóvá válás segítő támogatással, amellyel, ha jól végezzük a munkánkat, akkor azt tudjuk elérni, hogy olyan baranyai lakosok is belépnek a munkaerő piacra, akik évtizedek óta onnan kiestek, vagy életükben nem is dolgoztak, és azt gondolom, hogy ez nem csak a helyi gazdaság élénkítését jelenti, vagy segíti elő, de ebben az esetben megfogalmazhatjuk azt a szociális szempontot is, hogy esélyt tudunk adni olyan embereknek, akik egyébként ezen segítség nélkül nem tudnának, vagy ha úgy tetszik, esélyük sem lenne a munkavilágába belépni és elhelyezkedni. Ez fontos azért is, mert nem mindegy az ember önbecsülése szempontjából, hogy segélyből, alkalmi jövedelemből, vagy rendszeres munkából származó jövedelemből tudja eltartani a családját, és nem mindegy, hogy milyen mintát örökít tovább a gyermek. A program eredetileg 2021-ig tartana, de a konferencián elhangzott, hogy szeretnék meghosszabbítani. Jelenleg megyénkben 6%-os a munkanélküliségi mutató. Ez a szám például Győr-Moson-Sopron megyében 1% alatt van.